kedves öreg Kérlek szépen, pihenjetek! Az Rényi Iskola tanulói versel, énekkel és tánccal is megörvendeztették a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Zrínyi utcai klubjának szép korúit. Köszöntőjében Tóth Nándor alpolgármester az idősek megbecsülésének fontosságát hangsúlyozta. Egy társadalomnak az erejét az mutatja, hogy hogyan, hogyan bánik az idősekkel, és én azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk megtenni az idősek érdekében, tehát, hogy ők jól érezzék magukat, komfortosan érezzék magukat a társadalom minden területén. Az eseményen nem csak az idősek sportnapján kiemelkedő teljesítmény klubtagokat köszöntötték, hanem azt is, aki a legrégebb óta jár az Rényi utcai klubba. Gáspár Piroska a 2000-es évek eleje óta keresi fel rendszeresen az intézményt. Jó, jó egészséget kívánok! A rendezvényen a Farkas Ferenc énekegyüttes is fellépett. Nagy öröm számunkra, ha a szépkorúaknak is elhozhatjuk a vokális zenét a Farkas Ferenc énekegyüttes által, és Mindannyiunknak voltak szülei és már a szüleink vannak ilyen korban, és én azt gondolom, hogy mindenki szívét megmelengedteti, ha nekik muzsikálhatunk. Az együttes olyan slágereket énekelt, mint a reszket a hold, vagy a csini Baba. A program ünnepi vendéglátással zárult.